Most kell megmutatnunk, milyen fából faragtak minket. Germán Tamás szavaival nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Gyirmót otthonából, ahol korrigálná a múlt heti kisiklását a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Meggyes, Könceire vezetheti rá a labdát. Meggyes, betör a 16-oson belülre, jön a bepassz, és egy hatalmas mentés Tóth Bencétől. Papáron tör be a 16-oson belülre, és még középre is tudja tenni a labdát, hát ez pedig szabadrugás kifelé. Soltész mutatja a figurát a többieknek. Kapura küldi, és ki kellett ütnie Molnár Farkasnak. Kellemetlen kísérlet volt. Köncei Szólharisnak, aztán viszont ellenfélhez fejel. Gajdos szerzi vissza Papáron, hogy veszi át a labdát, de bosszantóak ezek a hibák. Hát megint meg lehetett volna indulni 3-2-ben, ehelyett pedig Gyirmóti ellentámadás. Meggyes a 16-oson belül, de nagyot védett Molnár Farkas, azt a mindenét! Ez bravúr volt a javából. Meggyes pedig kiszorított szögből. A hosszú felsőt vette célba, de számított erre Molnár Farkas. Óvári mellett el tudják vinni a labdát. A hosszon figyelni kell. Hajdú Ádám beteszi középre. Molnár János is szöglet lesz. Földön túli mentés volt ez Tóth Bencétől. Nem az első a mérkőzés során. Magyar Zsolt húzza a mezénél fogva Soltészt, aztán viszont Haris elegánsan, mintaszerűen csúszott oda. Borvető ezt most nagyon ügyesen csinálta, kizárt a csörgőt a játékból, és kapura törhet. Középen Óvári várna egy bepaszt, de Cújgéber is megjátszható. Jön a labda a hosszúra, Nyári kerülhet Zitzerbe, és hova rúgja a labdát? A kapu mellé. Márkvárt fejjel tovább, Gera ezúttal lábbal, sok időt tölt a labda a levegőben, de Hudák helyezkedett megint a legjobban. Palincsár, egy lövés távolról! Az első kapura tartó lövés szegedi részről. Hásfalvinak kellett kitornázni a labdát. Gera. Nyári. Ő frissebb, lendületesebb, mint Kovács Dominik. Nyári beteszi középre! Nem sok hiányzott, hogy jó legyen ez a labda Óvárinak. Na lássuk, mire megy Haris ezzel a szabadrúgással. 92. perc. Haris kapura küldi, pont középre ment. A bedobása pedig már nincsen idő. Nem született gól a Gyirmót és a Szeged összecsapásán.